Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a BMC koncerttermében. Becze Szilvia vagyok, a Bartok Rádió műsorvezetője, és hát nagy örömömre elmondhatom, hogy az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány rendezvényeinek, hát majdhogy nem állandó műsorvezetője, köszönet érte az alapítványnak. Ami a mai koncertet illeti, az idei évben hirdette meg először mentorprogramját az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány fiatal karmestereknek és zeneszerzőknek. Az induló program első résztvevőit rekordszámú jelentkező közül kétnapos meghallgatáson választotta ki Eötvös Péter és Vajda Gergely. A program vezető professzora Eötvös Péter zeneszerző karmester és Vajda Gergely zeneszerző karmester, de minden munkaperiódusra meghívást kapnak neves professzorok és hangszeres művészek. Az első kurzuson Johannes Schöllhorn német zeneszerző vett részt a professzori munkában. A programban való részvételt az Art Mentor Foundation Lucerne támogatja, a kiválasztott fiatal művészek részére az Eötvös Péter Alapítvány biztosította az utazási és szállás költségeket, valamint térítés nélküli részvételt a kurzusokon. A mentorált résztvevők ezen kívül egyéni konzultációkon vettek részt, és vehetnek még részt menedzserekkel, zenekarvezetőkkel, fesztiváligazgatókkal, kommunikációs szakemberekkel. Idén, és köszöntsük egy nagy tapssal talán a jelenlévő fiatalokat. Az ausztrál-angol Toby Thatcher és a taiwani Suan Yang karmesterek, valamint az argentin-olasz Alex Nante és az amerikai Aaron Holloway-Nahum zeneszerzők kezdhették el ezt a programot. Az Eötvös Péter Alapítvány a mentori év végére egy teljes portfóliót állít össze a résztvevőknek, amely tartalmaz portréfotókat, hang- és videófelvételeket, interjúkat, ajánlóleveleket és egyéb promóciós anyagokat. A mentorált év utáni évben pedig a zeneszerzők résztvevők lehetőséget kapnak együttesekkel és nagyzenekarokkal saját művük bemutatására, a karmesterek pedig zenekari koncertprogram vezénylésére. Ennek a mesterkurzusnak záró koncertjére gyűltünk itt össze most, mert 2018 mentorátjai első alkalommal ezen az estén mutatkoznak be a magyar közönségnek. És mindjárt egy nagy klasszikussal tehetik ezt, hiszen idén ünnepeljük Stravinsky művének lozanni premier bemutatójának 100. évfordulóját. Ugye a katona történetéről van szó, de nem csak ezt a művet hallhatjuk most, hanem a fiatal mentorált zeneszerzők erre az alkalomra írt alkotásait is, amelyek az eredeti darab hangszer összeállítását követik. Megbeszéltük a két fiatal zeneszerzővel, hogy egy picit ők is bemutatkoznak, és bemutatják darabjaikat. So let me ask Alex Nante to join me on the stage. Tekintettel arra, hogy nem vagyok szinkrontolmács, mi azért egy kicsit megbeszéltük, hogy mire vagyok kíváncsi, ők pedig nagyjából elmondták, mi mindent fognak válaszolni. Ha ezen nem változtatnak, akkor egy elég korrekt fordítást adhatok majd önöknek. Ha mégis, akkor majd együtt megtanuljuk, hogy mi minden a téma. No, hát akkor lássuk. Először arról érdeklődtem náluk természetesen, hogy hogyan születtek maguk a darabok, tehát milyen koncepció vezette őket, hogyan találták meg saját útjukat Stravinsky művén keresztül a saját alkotáshoz. So what was your conception and your way to your piece? So this piece is called Rite et Jeu, which means ritual and game. So these elements are always present in Stravinsky's music. And well, they are both characterized by rhythm and repetition in a certain way. So I have to translate, because I will forget it. Tehát ugye Stravinsky művében a játék és rítus, ezt kapta az ő darabja, ezt a címet kapta az ő darabja, és ugye mindkét elem megjelenik Stravinsky művében, ami a ritmust illeti, egy ilyen repetitív jelenlétet vett észre a darabban. So in game, the rhythm and the repetition turns around itself. That's what a game is. Ugye a ritmus repetitív folyamatossága volt az, ami az ő darabjának a játékos jellegét megadta. And in ritual, the rhythm tends to open to something else, to something transcendent. És a rítus részben pedig ugyanez a játékosság, ugyanez a játék tulajdonképpen a földről elindulva a transzcendens felé halad.
So in this piece, I wanted to mix the jeu, the rit, et le rit, and to show their similarities and to try to do a synthesis between those two. And I think it's what Stravinsky does. That's why what I admire about his work. Tehát a rítus jelleget és a játékot próbált a szintézisbe hozni a saját darabjában, mert ez az, ami igazán a jelenlétét érzi Stravinsky műveiben, és ami lenyűgözi egyben Stravinsky darabjaiban. Is your piece inspired by Stravinsky, or do you use any details of music, melodies of his piece? Well, yes, it is inspired in a larger sense, but it also contains elements which are present, musical elements which are present in, for example, the symphony of which wind instruments that you will hear in the first movement, and well, the Sacre du Printemps, the Rite of Spring, and also the Histoire du Soldat. Tehát két darabot említett rögtön, ugye elsők, illetve hármat a katona történetével együtt, a fúvósokra írt szimfónia, amely az első tételben jelenik majd meg pici részekben felidézve, illetve természetesen hát a tavaszi áldozat, ugye a Rite of Springs, ami az ő művének felét is, címének felét is adta. And it ends with a quote from the Agnus Dei of the Mass, of the beautiful Mass of Stravinsky, this ritual, more religious ritual, that then will have a game element in it. Tehát magát a rítust az ő darabjának harmadik tételében pedig Stravinsky miséjének Agnus Dei tétele adja meg, annak legalábbis az inspirációja, és ez formálódik a játékon keresztül. And did you let yourself surprised by the musicians during the rehearsals? They are great musicians. I'm really happy to work with them. And all the things that I thought were too difficult for them, they were really natural, and I was really happy with the result. Tehát arra voltam kíváncsi, hogy meglepték-e a zenészek, volt-e bármi olyasmi, amit ők előhoztak a darabból, és esetleg a zeneszerző nem is gondolt erre, és ugye azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát a zenészekkel, mert minden olyan, amit ő szeretett volna, megszületett. Did you find anything you just showed you when you didn't write it? So regarding the notes and the rhythm, let's say, and the general colors, it was what I expected, but maybe in the end of the second movement, there is much more melancholic than what I had thought. And so this emotion like came through the music, and I think it's good this way. I talk about, you will hear in the end of the second movement, a solo of the trombone, which is kind rather melancholic blue and it prepares itself for the Agnus Dei, for the final movement. Tehát a második tétel végéről mesél, és a harson a szólót emeli ki, hogy jóval melankolikusabbra, érzelemgazdagabbra sikeredett a próbák során ez a bizonyos rész, ami neki nagyon tetszett, mert egy tökéletes előkészítést adott a harmadik Agnus Dei tételhez. Alex, thank you very much, and enjoy your piece. Következzék tehát Alex Nante darabja, Rite Jeu, vagyis rítus és játék. A színpadon pedig az UMZE Kamara Együttes zenészeit köszönhetjük. Klenyán Csaba klarinéton, Jankó Attila fagotton, Pálfalvi Tamás trombitán, Káip Róbert harsonán, Schlanger Tamás ütőhangszereken, Kruppa Bálint hegedűn, Dénes-Worowski Marcell nagybőgön játszik. Alex Nante darabját pedig a mesterkurzuson részt vett karmesterek közül a Tájvánról érkezett Suhan Yang vezényli.
Thank you.
Alex Nante darabja után az amerikai Aaron Holloway-Nahum alkotása következik. Aaron, please join me here on the stage. You will get the same questions, do you remember? Yes. Okay, that's right. Megbeszéltük, természetesen ő is ugyanazokat a kérdéseket kapja, hát végül is így fair a két egyenrangú ifjú zeneszerzőt kérdezni. So first of all, about your conception and about your way to your piece. Yeah, when I started this piece, I was thinking very much about the past and the stories we tell ourselves and how those stories either unite us or divide us. And so when I wrote this piece, I, very unusually for me, took a piece from the past by a composer I really admire, Elizabeth Choquette de la Guerre, and I built my piece on top of it. So, oh, yeah, go ahead. Thank you. Tehát a múlton gondolkodott, és a múltbeli élményein gondolkodott, amikor ez az alkotás született a fejében, és hogy ezek az élmények, a régmúlt élményei elválasztanak, vagy éppen összehoznak bennünket. És egészen messzire nyúlt vissza, ugye a francia barokk korába. Elizabeth Jacquet de la Guerre, az a francia zeneszerzőnő, akinek egy művét választotta, és ennek a darabnak a bázisára mondjuk úgy építette a sajátját. Yeah, and you really hear it. It's there in the first few bars. You hear it in the strings. The melody is really her melody. You'll hear the trumpet play it, but it's not exactly hers. It's been changed, distorted, warped, remembered incorrectly, built upon in different ways. And this is what I was thinking when I went into the piece. Rögtön a mű elején felfedezhetjük, majd ha jól hallgatjuk, hogy ez a barokk zeneszerzőnő darabja megjelenik majd, ugye a hegedűn mindenféleképpen, aztán a trombita is átveszi majd ezt a dallamot, de azért mégiscsak az ő alkotásáról van szó, tehát ennek a francia szerzőnek darabját azért mégiscsak átültette a saját koncepciójába. And what about Stravinsky? Did you use his melodies? If you know the Stravinsky, then you've already heard that one of the reasons that we get together and celebrate 100 years of this piece is that he created something so unique. It has a kind of gravity, this instrumentation. You can't escape it. And so I didn't try to. There's a little quote from L'Histoire de Soldat in there, but mostly it's his energy and his excitement and his music that's just inescapable, really. Hogyha ismerik a katona történetét, Stravinsky művét, akkor azt is értik, hogy miért varázsolta el őt is ez az alkotás, és bár nem emelt ki konkrétan, egyetlen pici idézet van talán, ami megjelenik majd a darabban a katona történetéből, de egyébként inkább Stravinsky szenvedélye, energiája az, amitől ő sem menekülhetett, és ami megjelenik ebben a darabban. Did the musicians let you be surprised? So I don't mean this in a bad way. In fact, I think it's one of the rarest things for a composer to be able to get up in front of an audience and say, if you like what you're about to hear, you like my music. If you don't like what you're about to hear, you don't like my music. They're really going to play it. And I wasn't surprised. One of my first teachers said to me, write your pieces so that if you go under a bus, they can still play the piece. And they do. Úgy hallom egyébként, hogy értették, de ezért a nagy részét elmondom. Tehát, hogyha értik majd a zenét, akkor szeretik az ő darabját, ha tetszik önöknek a darab, akkor szeretik az ő zenéjét, hogyha nem, akkor az ő zenéjét sem szeretik. Tulajdonképpen nem érti ezt rosszul, tehát nem rossz szándékkal fogalmazta így, de nem lepték meg a zenészek, hanem pontosan azt fejezték ki az alkotásban, azt értették meg a próbák során, amit ő mutatni akart, és ugye, ahogy a volt tanára mondta, hogyha elüt a busz, akkor is kell, hogy elő tudják adni a zenészek a darabodat, akkor írtál jó művet. Aaron, during the rehearsal, did you help the musicians, or did you let them simply play? I mean, I really have to say, of course, I was involved and able to say things, we changed little things, but this week has been a joy. I have been absolutely stunned at their quality. It's been a pleasure to work with Toby, my colleague, this young conductor, and with Mr. Eötvös, who guided us so generously through the process. Thank you very much, Aaron. Mondjam, mit mondott, de hát szerintem értették.
És én azt hiszem egyébként, hogy a kurzus összes résztvevője nevében mondhatta, amikor azt fogalmazta meg, hogy Eötvös Péter irányításával mindig nagyon nagy élmény dolgozni. Azt hiszem, hogy ez nem csak a fiatal zeneszerzők, karmesterek, hanem az UMZE zenészei is így gondolják, meg hát jó magam is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehetünk. Következzék tehát Aaron Holloway-Nahum darabja, The Long March, hosszú menetelés, talán így fordíthatjuk. És ahogy már ő is mondta, Toby Thatcher vezényli ezt a darabot, és az UMZE kamara együttest halljuk természetesen, és megígértem Schlanger Tamásnak, hogy azért még egyszer őt kiemelem, hiszen az előző darabban ő nem játszott, de már itt van. Fogadják őket szeretettel!
Thank you.
nem szoktam, vagy nem szívesen jövök vissza taps után, de most nyomós okom van rá. Ugye nagyon sok olyan koncertlátogató van, aki szívesen marad a szünetben is a koncertteremben. Hát most arra kérjük Önöket, hogy ezt ne tegyék, legyenek szívesek, fáradjanak ki az előcsarnokba, hiszen meglepetéssel készültünk. A mesterkurzus egyik résztvevője, Azim Singhalvarvi, egy olyan alkotást hozott nekem, rögtön John Cage 433-a jutott eszembe róla, ugye nyilván tudják, hogy miről van szó. Nála nem csönd lesz, hanem voltak éppen zene, de mégiscsak másképp, mint ahogyan számítanának rá. Úgyhogy szerintem töltsék a szünetet az előtérben. Thank you.
48, 1, 2,
Thank you.
Hát ő gyorsabb volt, mint én, de nem baj. Nincs is túl sok dolgom már természetesen. Azért, ha már ilyen jó hangulatban folytatjuk a koncertet, ugye az első fél időben is megfigyelhették, és most is, hogy csupa férfiakkal vagyok körülvéve. A hölgyek tudják, hogy ez szünetben mit jelent ugye a fürdőszobában, hogy milyen jó dolgom volt ezen a koncerten. No hát most érkeztünk el ahhoz az alkotáshoz, amely előadásának 100. évfordulóját ünnepeljük, ugye Lozánban volt ez a bizonyos bemutató. Igor Stravinsky a Katona története című művét ismerhette meg akkor a közönség, és a két ennek inspirációjára alkotott darab után önök is meghallgathatják. Azt is hallottuk már, hogy kiváló előadók szerepelnek a színpadon, és önök is hallhatták, úgyhogy várhatjuk, hogy a Katona története is kiváló előadásban szólal meg. És akik jártak már az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány előadásain, mesterkurzus gálakoncertjein, azok tudják, hogy nálunk van egy kis furcsaság egyes előadásokon. A megszokottól eltérően a darabokat nem csupán egy karmester, hanem akár többen is vezénylik. Így lesz ez most is, hiszen a mesterkurzuson részt vett karmesterek mindegyike lehetőséget kap, hogy most színpadra lépjen, tehát a Katona története szépen folyik, és időnként cserélődnek a karmesterek. Már a színpadon a moldáv Roman Baltag, ő nyitja a koncertet, ő vezényel először, őt követi a japán Shoji Haraguchi, majd a Tajvánról érkezett Suhan Yang, aztán az olasz Carlo Emilio Tortarolo vezényel, őt követi az amerikai Louis Kens, végül az angol-ausztrál származású Toby Thatcher irányítja az UMZE kamara együttest, és engedjék meg, hogy még egyszer bemutassam a zenészeket, már csak azért is, mert ha számolnak az előző félidőhöz képest, akkor kiegészültek a muzsikusokhoz, még valaki csatlakozott, akit nagy szeretettel köszöntünk. Itt van tehát a klarinét művész Klenyán Csaba, fagott Jankó Attila, trombitán Pálfalvi Tamás, harsonán Káip Róbert, ütőhangszereken Schlanger Tamás, hegedűn Kruppa Bálint, nagybőgön Dénes-Worowski Marcell játszik, és mesélőt köszönhetünk Mácsai Pál Kossuth-díjas színművész személyében. És most aztán tényleg érvényes, amit mindig elmondok koncerteken, akkor szép egy est, hogyha zenével, illetve az azt köszöntő tapssal ér véget. Úgyhogy én az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány és a mesterkurzus résztvevői nevében megköszönöm önöknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a gálakoncertet, és remélem, hogy a jövőben is találkozhatunk önökkel hasonló rendezvényeken. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Városok, falvak sora, megy haza a katona. Két hét kimenőt kapott, ballag egyre ét napot. Pihenhetnénk egy kicsit,
Szép kis szakma a mindenit. Úton egy nap, nincs egy vasam. Na, zsákomban is minden össze-vissza van. A Szent Józsefem hová bújhatott? Ezüstérmécske volt, arannyal futtatott, szépen vagyunk. A katona turkál tovább, matat. Előhúz papírba göngyölt dolgokat, előhúz töltényt, egy tükröt is talált, éppen, hogy csak látja már benne magát. De az az arckép! Az hol lehet? Mármint a kedvese kép. Tőle magától kapta meg? Na, megvan. Ő mégis mélyebbre ás, kis hegedűje bújik elő. Mi más? Olcsón vettem, de olyan is. Hangolni kell. Mindig hamis. Ahogy patakparton egyedül hegedül, egy öreg ember toppan elé hirtelenül, baljában könyv, nem nagy, kézre álló, jobb kezében lepke háló. A hegedűjét adja nekem? Nem! Megveszem? Nem! Adja ide ezért a könyvért cserébe. Nem tudok olvasni, kérem. Nem tud olvasni? Nem érdekes. Elolvashatja bárki ezt, hiszen még olvasni sem kell, olyan könyv ez, tudja meg ember, hogy olvassa magát. Bizony. Mindent tudok, ha kinyitom. E könyv, mint egy kassa. Olyan. Kinyitom, s minden benne van. Rangok, bankok, arany. Hadd lássam előbb én magam. Tökéletesen igaza van. A katona újja sorra sort követ, s tényleg olvassa a betűket. Árfolyam, látra, részvény, futam idő. Olvasom, de ez cseppet sem érthető. Próbálkozzon, csak türelem. Meglátja, menni fog, kedvesem.
Meg aztán, uram, a könyv biztos sokba került, én meg 10 frankért vettem a hegedűt. Milyen szép, ha valaki becsületes. Hát most méltó jutalma lesz, jó alkut köthet itt az alkalom, nem mindennapi ajánlat, mondhatom, mondjon igen, használja ki. Hát, ha ehhez ragaszkodik, áll az alku, kedves uram, rázzunk kezet alaposan. A katona a hegedűt az idegennek nyújtja, a könyvet pedig rögtön felüti újra. Futamidő, árfolyam, részvény, látra, tőzsde, 31-e. Milyen nap van ma? Szerda. És még csak 28-a? Nocsa, a könyvben minden előbbre tart. E könyv előre elmondja a dolgokat. Hű, de fura. És most az idegen vonót illeszt a húrra, de meg se nyekken az hiába húzza. Figyelj, gyere velem haza! Én? Minek mennék oda? Nem boldogulok egyedül se, hogy se sikerül. Hip-hop 3-4 leckét adsz nekem, majd hazaviszlek. Egyenesen? Miért? Maga merre lakik? Nem messze tőletek, csak itt. De nekem nincs csak 2 hetem, kimenőnek alig hasok. Kis kitérő, hidd el nekem, különben is. Kocsim itt van velem. Kocsin gyorsabban hazaész, mint gyalog. De vár rám a mennyasszonyom. Pár nap még, s újra láthatod, éppen időben leszel ott. Lesz-e szállás, lakás? Lakás, evés, gondozás, frissítés, ápolás, kocsin hazafuvarozás, 2-3 nap annyi se kell, s egy életre gazdag leszel. És vajon lesz mit enni ott? Első rangú a konyha. A tejs, a vaj csorog? Valamit inni is kapok? Csupa válogatott borok. És dohányozhatok? Lesznek aranypapírgyűrű szivarok? Na, ahogy akarja, itt vagyok, ahogy akarja, úgy legyen! És ment az öreggel peckesen, és az nem mást mondott, mint színigazat. Vagyis József ehet, ihat, mint soha addig úgy dédelgetik ez alatt. Tanítja az öreget játszani, ő meg a könyvet tanulja ki. Megérte kaland 2 napot, és a harmadik is eljött legott. Egyszerre csak betoppant az öreg. Na, elégedett vagy? Álltuk az ígéretet? Igen, igen! Hát, itt az idő. Gyere velem! Beülnek a kocsiba. Indulnak sebesen. Hű, József az üléstámlát markolja, meg fogalma sincs mi ez. Vigyázz! Erős lovak ezek! Kapaszkodj, te gyerek! József kiszállna már, ugrana, de nem lehet. A bricska levegőbe emelkedik. Szántja az eget. Napnyugatig. Elégedett vagy? Na! Elégedett? Odafent úsznak a mezők felett, hogy mennyi ideig? Már nincs idő, fiam! Nem telik! Aztán megint minden a régi lett. Városok, falvak sora, megy haza a katona. Két hét kimenőt kapott, ballag egyre 7 napot. Bokronát.
hazatalált, annyit járt a útporát. Jó, remek! Itthon vagyok! Sapuini! Jó napot! Nem hallja, mindegy. Ha, Louis! Louis van ott! Mezőre hajt a szénás szekerén, ő az Louis, a jó barát, Amott. Na, mi van? Nem is figyel oda? Hé, Louis! Nem ismersz meg? Mi a csoda? Joseph vagyok, a katona. Joseph! Nem emlékszel? Vajon? De az megy tovább az úton. József is megy egy másikon, s most itt az iskola, harang, harangtorony, és itt a pék, a fogadó, mindenhol emberek, sok férfi, nő, gyerek. Emlékeztek Józsefre biztosan? Na, mi van? De hát mi van? Csak nem féltek tőlem, ugyan? József Duprá ez? Pontosan? József? Egy ajtó csapódik, egy másik. Sorba fordul, még egy, még száz, mind rozsdásan nyikordul, nyekereg, mind hangosan. Józsefnek eszébe jut. Ő még hátra van. Édesanyjára gondolt, de az, őt látva, menekült sebesen. Ekkor gondolja, vár a jegyesem. De be se lép az ismerős házba. Kerítésrésen belesve látja, szép az, mint volt. De mire megy vele? Férje van. S két gyereke. Ó, a bitang. Bugris bitang. Tudom már, ki volt, biztosan. Értem már. Időbe telt ugyan, évek teltek, nem napok. Azt hitték, kísértett vagyok, élők között élő halott. Ó, a bitang, bugris bitang, s én hallgattam rá, éhes voltam, na meg fáradt. Na miért hallgattam rá? Gyanakodnom kellett volna, én pedig barom módjára hiszek neki, s a hegedűm odaadom. Boldogtalan vagyok nagyon. Most aztán meg mivé leszek? Hát én mit tegyek? Thank you.
A katona a piac téren ül, egyedül, vállán a zsákja ül, egyre ül, és egy ismerős hang szólítja a háta mögül. Hát, most mihez kezdesz, fiam? Ó, te, bitang, bugris, bitang, várj, megkapod alaposan! Szólhatnál udvariasan, és nyugalom, na? Hallod, fiam? Mihez kezdesz? Na mondd, mi van? Elfeledtél mindent talán? És a díszes könyv hol van, komá? Ott, ahol a többi holmim. És még buslakod hol? Mi? Ami kell, megvan mindened? Egy katona mióta nyekereg? Hölgyek, urak, láttak már ilyet? Vigyázz! Kardod hüve! Be! Pihé! Most tedd le a zsákod. Na, menj, húj! Most helyedre visszaállsz! Jó. Figyelj! Vigyázz! Katona sípkát vedd le szépen! Na, tedd fel ezt! Na, de jól áll. Tökéletes. Zubbonyod vedd le! Öltönybe jársz! Aztán helyedre visszaállsz! Úgy, most! Helyedre visszaállsz! Nincs vége még. Vigyázz! Remek. Most vedd elő a könyvedet, ez az! De ne így fogd te, szamár! Még elveszted, szorítsd a hónod alá! Hisz a könyv milliókat ér, igen, fogd erősen! Úgy, kedvesem. Hegedül az enyém! A könyv a tied! Van vagyon a mindenkinek, olvast! Gyerek! És a katona olvasni kezdte a könyvet, és az olvasásból pénz lett, és megint pénz, és mindegyre pénz. Olvasta a könyvet, olvasta mohón, és dőlt a pénz, csőstül a vagyon, és ölébe hullott minden, amit akart. A kufár vesz, elad, előbb csak tárgyakat. Urak, hölgyek, válasszanak! Fekete tengerkék, középkék, pasztelkék és égszínkék, homokszürke, bézs színű, borostyán szín, szürkés fekete, középszürke, feketés fekete, halványlila és csoki, keki színű és deres, egy 10, egy 20, egy 30 és egy 40-es, és fantázia szövete, krebde, sinmoir és helyem, az árak háború előttiek. Látod? E könyv mind egy kassa, mondtam bizony. Elég kinyitni, jut vastagon. Veszel és eladsz. Előbb tárgyakat, aztán lelkekben utazol. Az ám. Na, Isten áldjon, kiskomám. És az idegen, akitől a könyvet kapta, akinek 10 frankos hegedűjét adta, búcsút se vesz a katonától, csak eltűnt. Mint a kámfor. Megkapom, amit akarok. Már is enyém, ha megkívánom. Kiszedhetek a könyvből mindent az égvilágon. Egy napon, ugye, meghalunk hát ide mindent sebesen. Mégsem csapod be, végül a halál vár lesen. Ez is kell, meg amaz, meg még a harmadik. Minden ide nekem meg lehet venni, megveszem. Csak hogy legyen mindent ide. De hiába pénz, hiába ház, szolgálja ökre, hiába száz, hiába hintó és drága kő, hiába lovak és szeretők. De mi van? Mi a csuda van? Hát, minden. Vagyis semmi. Rájött már százszorosan, mit szemünk szánk kíván az ezernyi kincs, mintha nem is lenne, ha bennünk semmi sincs. Minden dolog hamis, minden dolog halott, minden dolog üres, csak máz és csak burok.
Ó, a jó régi tárgyak, ó, az igaziak! Közkézen forogtak, de már egy sem enyém, pedig ők számítanak csak. Sátán! Sátán! Elloptad mindenem! Most mit tegyek? A könyv mit ír? Mi legyen? Na, te könyv! Magyarázd meg, ha tudod, hogyan csinálják, akik boldogok. Ej, könyv, te könyv! Hisz tudnod kellene, hogyan csinálja, akinek nincs semmije, te könyv! Hogyan, figyelj, hogyan lehetne mindent visszacsinálni okosan? Lapozza előre, lapozza hátra, összecsapja, a földhöz vágja, elindul. Vissza se néz a könyvre, hopp! Egy öreg asszony áll előtte. Mit akar? Önnel beszélni, ha lehet. Engedje meg, uram, véletlenül lejtette ezt. Nem érdekes. Íme, kérem a kosaram, benne 100 ritka áru van. Nem, köszönöm. Kedves jó uram, legyen olyan. Fogja, arany. De nem képzeli ugyan. Az embernek méltósága van, csak az kell, amit megkeres szorgosan. Kis szakma is szakma, uram. Íme kérem a kosaram, nézze csak, nézze uram. Ezüst medál, kívül arany. Nem? Há? Tükröt? Az se, hogyan? Töltény talán? Ó, tudom ám, arckép keretben csak vigye. Egyre érdekesebb, ugye? Még mindig nem? Nem? Vagy igen? És ez a kis hegedű, kedvesem? Mennyiért adod ide? Mi az ára? Na, ki vele? Megegyezünk. Baráti ár. Próbáld ki előbb, talán az árról döntsünk azután. Csak katona. Ki egykor úgy húzta, 10 frankos hegedűn úgy nyúzta, táncolt rá férfi, nő, sőt, gyerek, egy árva hangot hiába húzza. A hegedűből már ki nem vehet. Nézi a banyát, sehol senki. Nézi a hegedűt, földhöz teremti, nézi a könyvet, mészlik betépi. Baktat tovább. Marad a színpadon egy törött hegedűs, egy dúlt papírhalom. Sora, torony iránt ballag tova. Ugyan merre kódorok, ballag egyre éjt napot. Híd, patak, vadon vidék. De hogy hová? Tudja ég? Maga sem tudja, maga sem merre jár, de indulnia kellett, muszáj, és nincsen maradása már. Megszabadult a pénztől, a nagy vagyon sehol. Széttépve már a könyv, ő menekül, senkinek se szól. Menekül, valahol olyan megint, mint valaha. De hátizsákja sincs, nincs semmi holmia.
városok, falvak sora, megy, mert arra van haza. Jaj, de ő már nem önmaga. Megy másfelé, nincs otthona, ugyanott tart most, ugyanott ballagott és csak baktatott. Megint egy újabb vidék. Egy falu közeleg épp, gondolja, térjünk be, és betér. Egy fogadóhoz ér, inni kér, megissza majd. Aztán mi lesz? Azzal nézelődni kezd, az apró ablakon kinéz. A pékség körül emberek hallgatják, hogy dobperek. Közhírré tétetik. Szeretett királyunk egyetlen leánya, titokzatos kórság nyavaja prédája. Ez a szörnyű métej dacol minden jóval, csalmatok levével gyógyító bogyóval. Hiába kuruzslók, javasok és bölcsek, éjféli főzetek és déli gyümölcsek, rázza a láz, rázza hideglelés, váltja napra nap, így sorvad a király. Leány. Nem eszik, nem iszik, dolgára se jár ki. Aki meggyógyítja, orvos, felcser, bárki, annak uralkodunk nem fizet egyébbe, szépséges leány, felséges kezére. Figyelmezzetek mind, kicsinyek és nagyok, közhírré tétetett, amit hallottatok. És a kikiáltás végezetével ez a kikiáltó a kocsmába tér el. Ott a kocsmapultról üvegpálinkát hoz, odaül egyenest a katonához. Adj Isten! Nem ismerjük egymást, koma. Ha, én is voltam katona. Úgy nézem, nincs jó kedved, bizony. Kapóra jöhet most az alkalom, a királylány, a királylány eladó. Mit szólsz hozzá? Éppen neked való. Mondd, hogy katona orvos vagy, vágj bele. Ha nem sikerül, akkor is megérte. Miért ne? Végül is. Miért ne? A jó tanácsot köszönöm, ég veled, koma. Azon mód felpattan a katona. Felpattan, kilép, elsiet. Már itt is a királyi kert. Kérdik az őrök, hova megy? Hova? A királyhoz megyek! Thank you.
és fogadja őt a felséges király. Ön orvos? Katonaorvos vagyok! Jó, ha tudja, járt itt már rengeteg. Igen, de nekem van egy módszerem. Holnap láthatja a gyermekem. És most mi lesz? Nem jön álom a szemére. Bölcsesség vagy babona? Kártyát vet a katona. Kártyalapok, mit mondotok tehát? Kör hetes, hopp, kör tízes, csupa szív, csupa adu, na hát, miért folyton más, én meg sosem? Bizony, el kell egy lány, hiszen mióta nincs már senki sem, mi több, királylány jut nekem. És ahogy kártyával fürkész a jövőbe, mintha valaki állna mögötte. Megfordul. Nem ember. Ő az. Persze ő. Kezében pálinka, és a 10 frankos hegedű. Csak hogy édes öregem, megelőztek. Rendesen, nézd csak, itt a gyógyszerem. Összetörted? De mi az nekem? Szívhetes szívdáma? Szív, nem? Azt hittük, a boldogság itt terem. Elhittük, ugye, kedvesem? Csodaszer kell hozzá, éppen ilyen, s van csodaszer, a hegedű, de csak nekem. Ritka gyógyszer, csodás mesés, a gyógyító hegedülés. Nincs más, ez az egy lányka van. Neked befellegzett, fiam? Van pénzem. Nem játszunk egy partit, uram? Hogyan? Azt kérdem, játszik-e velem? Hát, barátocska, nagyon szívesen. Arany! Tallérok, bankjegyek. Remek. A téteket. 10 fillér, egy kör, mehet. 2 frank, egy fillérrel se kevesebb. Ahogy jó hajtja, de jobb, ha vigyáz. Se könyve, se hegedűje már, most a kis pénze is tovaszál. Mindennek vége azután. Semmilyen nem marad, csupán, csupán az ékop. Ékop, az ám. És körre kör, és treffre treff, és színre szín, és tromfra tromf, az ördög kever, és egyre nyer. A katona oszt, és egyre veszt. Nem esztelen cselekszi ezt. Igyon, uram, ez így duká. Minden játszmára új pohár, a nyertes ihat, a vesztes állja, uram, ürítsen pohár pohárra. Pereg a parti, lapra lap, nem sokára kél a nap, az ördög részeg, mint a csap. A katona egyre józanabb. A tét eperctől 100 forint. Megőrültél ezek szerint az összes pénzemet. Pikász nekem, hát neked szívdáma. Megint én nyerek. Erőegészség, hajtsa le, na még egyet, ezt is levele. Az ördög csak ül, szemet mereszt, állán szakállán csorog a szesz. Ez az igyom, még ez helyre hozza majd. Uram, még egy kortyitalt, fenékig, mit ér a gond? És az lefordul a székről, mint a rongy. Jaj, de könnyű vagyok. Lássuk csak, hogy szól a dolog. És hegedűjét most veszi kezébe, simítja, nézi. Nem fér a fejébe, 10 frankért vette, elvesztegette, megrepesztette. Most visszaszerezte. Lássuk csak, hogy szól. Emlékszem-e? S ha én emlékszem, ő megszólal-e? Thank you.
És most, kedves kisasszonyom, meggyógyítjuk önt, úgy bizony, mindent merek, jövök, jövök! Úr vagyok már magam fölött, erős vagyok, már is jövök, ki a halálból visszatért, a halálból hozza vissza önt! Zenétől egy perc alatt a lány épp lesz, mint a mag. A katonával táncba lebben, fes alá a trónteremben. Tangó! Walzer. Thank you.
time. Most négykézláb mászva beront az ördög. Patával, szarval. Ahogy van. Őrjöng, bármi áron a hegedű kell neki, habzó szájjal csak azt emlegeti. Ám a katona nem bolond engedni, fogja a hangszert nyekergetni kezdi. Az ördög táncolni sehogy sem akarna, meg is rángatózik a ritmus facsarja. Karolja lábait, de mint hiába, karja hadonász. A lába járja. Katona és a királylány megragadják kezén s a lábán, kilódítják a színpadon is túlra, és átölelik egymást. Újra meg újra! Az ördög
Lassan józanodva, az ajtót épp hogy résre nyitva, fél szemmel les a trónterembe. Már nem részeg. Már tudja, hol van. Szeme süt, mint parázs a pokolban. Jó, most virultok nagyon, de kicsi ez a birodalom. Ki elhagyja véletlenül, az én hatalomba kerül. Hol nem szabad, ne kószáljatok ott, mert ágynak esik, megbetegszik kisasszonyotok. Kedves herceg úr, figyelem, tudd meg, fogytán van már bennem a türelem. Visszük majd őt egyenesen, roston pirul ellevenen. Érjük be azzal, amink ma van. Ami volt, arra jobb, ha nem vágyakozunk. Nem lehetünk egyszerre, akik voltunk, s akik vagyunk. Mindenképp választani kell, minden nem lehet a miénk. Ez tiltott gyümölcs. Minden kis öröm, maga az öröm, dupla öröm, már csak üröm. Gondolja a katona, nem kell semmi több. Ám a királylány emígy faggatja őt. Nem tudok rólad semmit, kedvesem. Mesélj magadról, mesélj nekem. Tudod, én valahol, valaha nem egyéb voltam, mint katona. Volt falum is, benne édesanyám, messzi, messzi ég alatt. Már elfeledtem az utat. S ha megkeresnénk? Tudod jól, nem szabad. Visszatérnénk?
szélsebesen? Nem is tudná meg senki sem? Ugye van kedved? Gyere vele. Mondd, hogy igen. Igen, igen. Mondj igen, felelj nekem. Anyám megismer még talán. Eljön velünk, majd ő is itt lakik, és így meg lesz mindenünk. És útra keltek. A cél már közeleg, a harangtornyot már látni lehet, íme itt a határ mezsgyakarója. De hová lett a lány? Hová? Valóban. Hívja! Keresi! Nincs felelet. Ekkor elé toppan megint a patás. Kezében hegedű, ugyan mi lenne más? Halljatok csodát! Semmi baja sincsen, karcolás se látszik ezen a kincsen. Másé a nyiretjű, eltűnt a királylányka. Belekarol az ördög a katonába, cibálja őt kémbűzös pokolba, szerény munkánk tanulság a goromba, ki meg nem jegyzi, bődült szamár. Ördög viszi azt, ki ördöggel cimborál.